Kedves nézőink, a következőkben a Szent Györgyi Albert szakközépiskolával közösen készített Ünnepváró című sorozatunk első részét tekinthetik meg. Kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket a TV Ajka és a Szent Györgyi Albert szakközépiskola közös ünnepváró műsorával. Megint eltelt egy esztendő, megint itt állunk az adventi készülődés küszöbén. Mai rohanó világunkban érdemes megállni egy pillanatra és visszatekinteni a múlt homályába. Régi időkben, a paraszti családokban a karácsony előtti készülődés november 11-én Szent Márton napján kezdődött, majd november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet ünnepével folytatódott. Szent Márton napjára az őszi betakarítási munkák véget értek, a nappalok rövidültek, és a falvak lakói egyre jobban beszorultak a házakba. Ekkor kezdtek összegyűlni a családtagok, rokonok, és együtt fogtak bele a szövésfonásba, dolfosztásba. Az asszonyok és lányok együtt hímezték a terítőt, ami a család asztalára került szenteste. Ezek a munkák odafigyelést, nyugalmat, befelé fordulást igényeltek, és ezért fontos részét képezték a lélek felkészülésének a megváltó érkezésére. Amíg a nők énekeltek, meséltek, addig a férfi rokonok is összegyűltek és pipáztak. A pipázás is a lelki ráhangolódást segítette. A dohányt ugyanis fűszer és gyógynövényekkel keverték, és ez teremtett ünnepváró illatot és hangulatot. Szent Márton Krisztus után a 4. században született Szombathely környékén jómódú családban. Feljegyzések bizonyítják jó indulatát, segítőkészségét, életét csodák, gyógyulások kísérték. Egy fontos magyar néphagyomány kötődik Szent Márton ünnepéhez. A középkori legenda szerint pásztorok keresték fel a szombathelyi Szent Márton templomot. Imájukban kérték Szent Mártont, hogy segítsen rajtuk, mert az állataik megbetegedtek. A csodatévő püspök azt a tanácsot adta a pásztoroknak, hogy szedjenek nyírfa vagy fűzfa vesszőt, és azzal űzzék ki a betegséget az állataikból. Az állataik meggyógyultak, a vesszőhordás szokása pedig évszázadokon át megmaradt a magyarok körében. Ennek a szokásnak a keretében a pásztorok vesszőcsokrot vittek a házakhoz, melyből az asszonyok kihúztak egyet, és ezzel védhették meg az állatokat a betegségektől. Egyik legnagyobb női szentünk Árpádházi Szent Erzsébet. Nehéz sorsa ellenére a szegények és betegek megsegítésének szentelte életét. Erzsébet II. András magyar király és Meránia Gertrúd lányaként látta meg a napvilágot. Korán elszakadt családjától, 14 évesen már a türingi tartománygróf fiának felesége, 20 évesen özvegy, 24 évesen, miután megjósolt a saját halálát, meghalt. Legszebb legendája szerint, mikor palotából kenyeret próbált megcsempészni a szegényeknek, sógora megállította, hogy leleplezze. A kötényében lévő kenyerek azonban illatos rózsává változtak. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, hogy felmelegítse szívedet. Hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjazóknak. És legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, és legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Az adventi időszak a disznóvágások ideje is volt. November 30-ától, András napjától, december 21-ig, Tamás napjáig lehetett levágni a karácsonyi disznót. Az élelem biztosításán túl más jelentősége is volt a disznóvágásnak és az azt követő tornak. A disznó az emberi lélek bűnös részét képviselte, melyet jelképesen magával visz a földi világból.
Így a család megtisztulva várhatta a karácsony érkezését. A disznótor ennek a megünneplése és a disznó engesztelése, amiért az életét áldozta a családért. A disznóvágáshoz természetesen hozzátartozott a kóstolóhordás is. A kóstolóhordásnak nagy szerepe volt a rokoni és baráti kapcsolatok erősítésében. A kóstoló elosztása után látogassunk el a konyhába. Köszöntöm nézőinket, ma egy dán almás szeletet fogunk készíteni. Ehhez kell karaj felszeletelve, bacon szalonna, alma, bazsalikom, kakukkfű, bors, só és karikára vágott hagyma. És szükséges még hozzá egy deci száraz fehérbor. A szeletekre vágott húst sózzuk, borsozzuk, a szalonnát kockákra vágjuk, az almát megtisztítjuk és szeletekre vágjuk. Kevés zsíradékban kiolvasztjuk a szalonnát, majd hozzáadjuk a karikákra vágott vöröshagymát, utána hozzáadjuk a szeletekre vágott almát, fűszerezzük és felengedjük száraz fehérborral. És ezt az egészet addig pároljuk, míg az alma meg nem puhul. Közben kisütjük a húst, előtte lisztbe forgatjuk, hogy ne ragadjon le. Az elkészült ételt rizssel tálaltuk, jó étvágyat kívánunk! Kedves nézőink, ehhez a fűszeres sertés húsételhez szeretnék ajánlani egy nagy somlói jufarkot. A paraszti családokban, Márton nap környékén a rétes is a hagyományos ételek közé tartozott. A lányok beavatásának is fontos része volt a rétes tészta kinyújtása. Bizonyos vidékeken olyan komolyan vették ezt a szokást, hogy az a lány, aki nem tudta szakadás nélkül kinyújtani a rétes tésztát, jó házasságra nemigen számíthatott. Ezért rétes nyújtáskor a család körbeállta a lányt, és imádkoztak a sikeréért. Jó estét kívánok! A mai alkalommal gesztenyés rétest fogunk készíteni. A hozzávalók liszt, zsír, tojás, és a vízbe elkevertük az ecetet és egy csipetnyi sót. Elkészítjük a tésztánkat, a lisztbe belerakjuk a zsírt, hozzáadjuk az egy darab tojást, és a sóval elkevert ecetes vizet.
bedagasztjuk a tésztánkat. Addig dagasztjuk, amíg a tészta hólyagos nem lesz. A tésztánk hólyagos lett, ekkor kirakjuk egy szilikonos sütőpapírra. A négy sarkát behajtjuk. És a felületét enyhén leolajozzuk. Ezután becsomagoljuk a szilikonos sütőpapírba, és körülbelül másfél-két órát pihentetjük. Miután megkelt a tésztánk, kiterítünk az asztalra egy abroszt, ezt az abroszt enyhén belisztezzük, kicsomagoljuk a tésztánkat, az asztal közepére helyezzük, és ujjunkkal középről kifelé elkezdjük nyújtani a tésztánkat. Közben elkészítettük a tölteléket, gesztenyés töltelék fog kerülni a rétesbe, amit úgy készítettünk el, hogy 25 deka gesztenyemassza, 10 deka vaj és 2 evőkanál rummal kihabosítottuk. Miután kinyújtottuk a tésztánkat, a széleit levágjuk. Ezután megkenjük olvasztott margarinnal, vékonyan, hogy a tésztán ki ne szakadjon. Ezután belerakjuk a tölteléket, apró mozdulatokkal úgy csipkedjük bele. Miután belehelyeztük a tölteléket, az abrosz két feléről feltekerjük mindkét oldaláról, középig. Miután feltekerjük, ráhelyezzük a sütőlemezre, óvatosan fogjuk meg a két végét, hogy ki ne szakadjon a tésztánk. Miután ráraktuk a sütőlemezre, újra lekenjük olvasztott margarinnal. Ezután előmelegített sütőbe 200 fokon megsütjük. Megsült a rétes, forrón porcukrozzuk. Az elkészült réteshez jó étvágyat kívánunk! Az adventi készülődés a gyerekek számára is fontos része az ünnepnek. Most hallgassunk meg egy mesét a négy adventi angyalról. 4 héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik. Egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, és keresni kezdi azokat, akik megtudják, és meg akarják hallgatni őt.
A második adventi vasárnapon egy piros, palástba öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. Az angyal észrevétlenül végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet beleteszi a serlegébe, és visszaviszi a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, és fényt készítenek belőle a csillagoknak. Azért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra. Advent harmadik vasárnapján egy fehér, ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Oda menj mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében. És megérinti fénysugarával, így még az, aki a legszegényebb az emberek között, az is áttalakul, és megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész földet. Kezében lantot tart, és szépen énekel. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, és szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szúnyat, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a földön. A népi hagyományban az adventi koszorú egy kicsit eltért a maitól. Az alapját füszfa veszőből fonták. A kör jelképezi a világ mindenséget, az ölelést, a szeretetet, az évkört is. A körfonalban mindig keresztet helyeztek el, amely 4-4 veszőből állt. A kereszt az isteni igét, a születendő Jézust jelképezte. A kereszt és a kör is ősi jelkép. Már az őskorban rajzolták, vagy akár a korai gyermekrajzokon is megfigyelhetők. A veszőfonatot az óramutató járásával megegyezően, vagyis a napjárása szerint kellett díszíteni fenyővágakkal vagy örökzölddel. A kereszt közepébe csipkebogyót helyeztek, amely az életet jelképezte. Ahol a kereszt szárai a kört érték, az volt a gyertyák helye. A gyertyák méviaszból voltak, csak később vált szokássá a rózsaszín és lila gyertya. A négy gyertya helye a négy égtáj. A kelet felé néző gyertyát kellett először meggyújtani. Az adventi koszorút a család mindig együtt készítette, és együtt gyújtották meg a gyertyákat. Egyes vidékeken a koszorút a mestergerendára függesztették fel, és minden gyertya alá egy-egy piros almát lógattak. Nem lehet mindenki szent. Mégis számtalan ember él körülöttünk, akik hivatásukkal igyekeznek szebbé tenni mások életét. Kedves nézőink, mai műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét. Viszontlátásra!